Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Az itthon évente megtermelt 15-30 ezer tonna méznek csak 20-25%-át tudják belföldön eladni a méhészek, pedig a magyar mézfogyasztás az elmúlt években folyamatosan nő, mostanra átlagosan fejenként 1 kilót fogyasztunk évente ebből a termékből. Ám Nyugat-Európában ez a szám meghaladja az 1,7 kg-ot, ezért támogatja az Agrárminisztérium kiemelten a méhészeti ágazatot. Az iskola udvarán a mézkirálynő mesélt a gyerekeknek a méz jótékony hatásairól, az épületben pedig mézzel készült ételeket kóstolhattak a diákok. Ők is készültek, méhecskének öltözve táncoltak, és az aulát is, a méheket és a mézet jelképező sárga-fekete dekorációval díszítették fel a mézes reggeli alkalmából. A Mézes Reggeli nevű kezdeményezés 2007-ben Szlovéniából indult, Magyarország 2014-ben csatlakozott, már akkor is több tucat iskolában kínáltak ingyen mézet a gyerekeknek méhészek, azóta pedig a csatlakozó intézmények száma megsokszorozódott. Túléptük az 1200 helyszínt ma, ahol mézet kóstoltattak a méhészek, és közelítünk, néhány ezer gyermek hiányzik, hogy a 200 ezer számot elérjük. Bár a hazai mézfogyasztás még az intenzív kampánya ellenére sem éri el a nyugat-európait, szakértők szerint a dolgok jó irányba haladnak, mivel ha lassan is, de nő a kereslet a jó minőségű magyar méz iránt, amiből bizony bőven akad is az ország határain belül. Magyarország termelésben mondhatjuk, hogy méz nagy hatalom. Az évente megtermelt 15-30 ezer tonna mézünknek mindössze a 20-25%-át fogyasztjuk el belföldön, az összes többit exportáljuk. Az általunk megvalósított nemzeti standokon a világ legnagyobb nemzetközi kiállításain évente 12-15 alkalommal szinte mindegyik kiállításon van, vagy vannak velünk mézes cégek. Így tehát hozzá tudunk járulni érdemben ahhoz, hogy a magyar méz az USA-tól Európán és a Közel-Keleten át egészen Japánig be tudjon mutatkozni, és ezzel hozzá tudjunk tenni az ágazat sikeréhez. Az Agrárminisztérium és az Agrárkamara több módon is támogatja a hazai méztermelőket. A Nemzeti Méhészeti Program részeként például 2020-tól 25%-kal több támogatást kapnak a méhészek, így az ágazatnak jutó állami támogatás éves összege már kis hián eléri az 1 milliárd forintot. Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be. A támogatási rendszer átalakításának egyik leglényegesebb eleme, hogy az idén bevezetett méhcsaládonként 500 forintos beporzási támogatást épp a duplájára 1000 forintra emeli a szaktárca. A méhek életét meg kell menteni. Azt a tevékenységet, amit a méhek folytatnak, fönn kell tartani. Hiszen az, hogy ők beporzásukkal a teremtett világot fenntartják, és fenntarthatóvá teszik, az a ti jövőtöket biztosítja. Hiszen ha nincsenek és nem lesznek méhek, akkor nem leszünk mi sem. És ez egy ennyire egyszerű folyamat. És ahhoz, hogyha fogyasztjuk a mézet, akkor biztosítjuk a méhek munkáját, és biztosítjuk a méhészeknek azt a tevékenységét, amelyel elősegítik azt, hogy egy fenntartható világban, egy jobb világban élhessünk az elkövetkező időszakban. Ezért is nagyon-nagyon fontos. Úgy tudunk ehhez hozzájárulni, hogy a biztonságot válasszuk. Válasszuk azt a magyar mézet, amelyet mindig üvegbe kell, hogy keressetek. Magyar címkével ellátott üvegben, zárszalaggal azt, amit az Országos Magyar Mézeti Egyesület forgalmaz, ebben garantáltan magyar és minőségi méz van. Tartozunk ennyivel egymásnak, hogy akkor, amikor mézet veszünk, magyar mézet vásárolunk, mert ezzel természetesen környezetünket és mindazt a tevékenységet támogatjuk, amely ahhoz szolgál, hogy hogyan lesz itt a méhek számára is megfelelő élet, és természetesen mi számunkra is. Az Agrárminisztérium az Agrárkamarával közösen december közepéig folyamatosan tart mézes reggeliket az ország iskoláiban és óvodáiban, valamint a mézet és a mézfogyasztás népszerűsítő programokat szerveznek. És köszönet annak a 20 ezeres méhész közösségnek, akik Magyarországon űzik ezt a szakmát, hogy önkéntes felajánlásaikból eljönnek az iskolákba, szerte az országban mindenütt, és beszélnek arról, hogy mire való a méz, hogyan kell a mézet előállítani, hogyan termelődik és állítódik elő a méz, és meg is kóstoltatják a gyermekekkel.
Ezt mindezt önkéntes alapon, szabad idejükből és a saját nézükből teszik. Köszönet és hála az egész magyar méhésztársadalomnak. Fontos dolog, hogy mindezt tegyük. Hiszen az, hogy a gyerekeknek fölhívjuk a figyelmét arra, hogy a méz nagyon egészséges termék, hogy megvan benne minden, ami sejtjeink működéséhez szükséges. Hogy ilyenkor ősszel az immunerősítésre végtelenül szükség van így az influenza szezon kezdetén, hogy erősebbek legyünk. A magyar mézfogyasztás bár az elmúlt években nőtt, még mindig elmarad a nyugat-európaitól. Míg itthon nagyjából 1 kg-ot fogyaszt ebből az élelmiszerből egy fő évente, addig nyugaton ez 1,7 kg. A turizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő ága a magyar gazdaságnak. A versenyképesség és az eredményesség alapvető szükséglete, a magasan képzett szakember. A Szekszárdi Szakképzési Centrum több iskolájában is folyik ilyen irányú képzés, igazodva az adott térség fejlesztési igényeihez. A jövő évtől bevezetésre váró szakképzési rendszer egy profiltisztításra késztette az oktatási intézményt, melyhez kapcsolódóan a képzések infrastruktúrális háttere is modernizálódik. Ez a fiatalember Dér Leó. Érettségi után választotta a pincérszakmát. Jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrumban tanul. Vendégletes szerettem volna folytatni, nem mint beugrós pincér, hanem mint hivatásos, és úgy gondolom, hogy a Szakképzési Centrumban egy jó alapot kapok erre. Fél évvel ezelőtt diplomáltam, konkrétan érettségiztem Szerbiában, aztán jöttem ide, és úgy voltam vele, hogy egy sima gimnázium érettségi nekem nem elég. Leó 12 társával együtt végzi a szakmai gyakorlatát. Gyelid István üzletvezető azt mondja, nagyon fontos, hogy a tanulók jó szakmai alapokkal érkezzenek, hiszen a vendég számára nincs különbség a végzett és a tanuló pincér között. A szakmák komoly hiánya kínlódnak az utánpótlás kérdésében, ezért fontos számunkra, hogy tanulók érkezzenek, és minél felkészültebb elméleti tudással, hogy könnyebb dolgunk legyen aztán a gyakorlati képzésben. Nincs is más alternatíva számunkra a tanuló kérdésben, mint a szakképzési centrum diákjai, hiszen ők már nem a gyerekek kategóriája, hanem egy érettebb korosztály, akik jobban használható nyersanyag számunkra. A legkönnyebben úgy tudunk mi is kiválasztani, hogy az itt tanuló gyakorlatot megszerző növendékekből tudunk válogatni aztán később magunknak megfelelő munkaerőt. A vállalati kapcsolattartóinkon keresztül azt látjuk, hogy a vendéglátás és a turizmus ágazatban rendkívüli igény van a munkaerő utánpótlásra, így mi is szeretnénk a képzéseinkkel alkalmazkodni ezekhez az igényekhez. A Szekszárd is megfogalmazta ilyetén módon az igényeit, és szeretnénk ezeket is kielégíteni az iskola rendszerünkkel. Ezek a képek már Tamásiban, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskolájának és kollégiumának oktatóbázisán készültek. Az iskolában 2 évtizede jelen van a vendéglátóipari képzés, melyet panziós és fogadós képzéssel bővítenek a jövő évben. Furján Katalin igazgatóhelyettes azt mondja, a fejlesztésekhez a Szekszárdi Szakképzési Centrum tárgyi szükségleteket is biztosít, ezzel lehetővé téve a magasabb színvonalú oktatást. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskolája és kollégiuma már nagyon régóta természetesen a helyi igényekhez próbál alkalmazkodni és azt kiszolgálni. Nem tiszta profilú az iskola, tehát több területen is, úgy mint gépészet, úgy mint építőipar, illetve turizmus, vendéglátás, valamint kereskedelem, megjelennek különböző képzéseink. Elsősorban a tamási turisztikai fejlesztésekhez, tehát mint gasztroturizmus, turisztikai kiszolgáló háttér dolgokhoz tudunk most felcsatlakozni mi a Vályban, hiszen a Szekszárdi Szakképzési Centrum lehetőséget teremtett számunkra arra vonatkozó, hogy a 2020-21-es tanévtől a vendéglátó ipari turisztikai képzési kínálatunkat kibővíthetjük. Erre szükség is lesz, hiszen a településen a turizmus fejlesztés kiemelt cél. Mindig is hittünk abban, hogy Tamási erős lehet ezen a területen, legfőképp a turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, úgy mint vendéglátás, úgy mint egyéb ügyek kapcsán sokkal több van benne, mint ami jelenleg elérhető, és ugye nekünk van egy alapattrakciónk, hiszen erről már rengetegszer beszéltünk, hogy van egy termálfürdő, amire alapozhatnánk különböző turisztikai tevékenységet, és az évek során, hála jó Istennek, egyre előrébb jutottunk, és most már körülbelül olyan turisztikai attrakciók a megvalósulás fázisában vannak, amik önmagában generálnak szakemberre való igényt,
valamint hogyha ezzel a kettős hatással, a minél több napos itt tartózkodásra a képes attrakciók elegye ki fog követelni magának egy kereskedelmi szálláshely fejlesztést is, ami szintén körvonalazódik, hogy ebből fakadóan akkor gyakorlatilag teljes spektrumát le tudnánk fedni igény szinten azokban a formákban, adott esetben egy szálloda üzemeltetésben résztvevő szállodai recepcióstól egészen a pincér, a szakács, a különböző turisztikai szolgáltatások vonatkozásában lévő. Nagy öröm számomra, hogy Dömötör Csaba kancellár úrral egyeztetve, hogy a Tamási lába az SC-nek erősödik ezen a területen, és a vendéglátóipar és a turizmus képzésben látják ők is a potenciált, és egyre komolyabb a magyarországi gasztrokultúra, és az ehhez kapcsolódó úgynevezett profi, és hogy mondjam, a leggyorsabban reagáló, az új igényeknek megfelelően a leggyorsabban reagáló képzési szintekre lenne szükség, mert olyan tudást, olyan új technológiák, olyan új eljárások vannak ezeken a területeken, legfőképp a gasztronómia területén, amiben a képzési forma eddig szerintem nem alkalmazkodott úgy, mint amennyien igény jelentkezne. Mi nagyon szeretnénk szoros együttműködésben az iskolával együtt dolgozni, itt tettük ezt még az elmúlt időszakokban is, hiszen a vály az életünk része. Ezt a fejlesztést és gazdálkodást követi majd le a tervek szerint az iskola képzési rendszere. Rugalmasság abban is megnyilvánul a mi részünkről, hogy a felnőtt oktatásban is tudunk képzéseket kínálni. Konkrétan ez alatt azt értem, hogy érettségizett diákok számára a vendégtéri szaktechnikus képzési területre is tudunk beiskolázni a következő tanévtől kezdődően. Tehát Tamási város turisztikai fejlesztéseihez a képzett, megfelelően képzett szakembereket tudjuk biztosítani, én úgy gondolom, hogy a jövőben, hiszen erre vonatkozóan vannak olyan visszajelzéseink, hogy nálunk a vendéglátóipari turisztikai képzések minőségileg megfelelőek, hiszen a szakma kiváló tanulója versenyen a tavalyi évben is a pincér szakképzés tekintetében a 4. és a 6. országos helyet el tudtuk hozni. Tehát itt több évtizedre visszamenő hagyományokkal rendelkezik a VÁI a mesterségbeli tehetségfejlesztés területén, hiszen tavaly márciusban megkaptuk a kiválóan akkreditált tehetségpont kitüntető címet is. Számos megújulás vár a képzésekre, elég csak a napokban elfogadott struktúraváltásra gondolni. Mindez a képzések átgondolására sarkalta a Szekszárdi Szakképzési Centrumot is. Ez jelentette egyrésztről azt, hogy a párhuzamosságokat újra gondoltuk és jellemzően megszüntettük. Másrészt a közös ágazati tartalmú képzéseket egy tagintézménybe, egy iskolába szerveztük át, mert lényegesen előnyösebben lehet a forrásokat ilyen módon központosítani a tagintézményekhez. A munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodva újra gondoltuk az iskolarendszerű képzéseinket is. A közép- és hosszú távú igényekhez alkalmazkodva a Szekszárdi vendéglátó iskolában a turizmus vendéglátás ágazathoz kapcsolódóan a jövő évtől kezdve 5 technikumi képzést tudunk felajánlani az általános iskolás 8-os jelentkezőknek, míg a szakképzőiskolai képzésben 3 képzéssel jelenik meg a palettán ez az intézmény. De az a jó hírem van, hogy a második szakma megszerzése ingyenes még mindig a szakképzésben, így hogyha valaki a felnőttek közül úgy gondolja, hogy második szakmát szeretne tanulni, akkor ingyenesen megteheti ezt a vendéglátó intézményünkben, hiszen keresztfél évben indulnak a turizmus és vendéglátáshoz kapcsolódó felnőtt oktatások, amik természetesen ingyenesek. Az a jó hírem is van, hogy a képzési feltételek is megváltoznak és javulnak. Már rendelkezés áll a forrás, sőt készen vannak a kivitelezési tervek is, így a vendéglátó iskola a következő évben meg fog újulni, és a régi épületét fel fogjuk tudni újítani. Az anyagunk elején találkozhattak már Leóval, aki érettségi után döntött a szakmaválasztás és szakképzési centrum mellett. A megújult tárgyi feltételeikben is korszerűsödő iskola a jövőben a hozzá hasonló jó szakemberek képzését tűzte ki célul. Ahogy a képzőhelyének vezetője elmondta, mindenkinek az a jó, ha olyan munkatársai lesznek, akik jó alapokon, minőségi képzéssel lépnek a munkavilágába.
Iskolájuk megalapításának 90. évfordulóját ünnepelték a szekszárdi AM DASK Csapó Dániel szakgimnázium és szakközépiskola pedagógusai, egykori és mostani diákjai. A nagymúltú intézménybe jelenleg 350 diák jár. Az ünnepségen az Agrárminisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a szekszárdi iskola egyre jelentősebb szerepet tölt be a mezőgazdasági képzésben. Ünnepi gálaműsor az Agrárminisztérium által fenntartott szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskolában. A különleges program apropóját az adta, hogy az intézmény éppen 90 esztendeje nyitotta meg a kapuit. Hogy mind Tolna megye, mind az ország mezőgazdaság életében nagyon jelentős szerepet játszik. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ilyen sokan elfogadták felkérésünket, illetve meghívásunkat. Nagyon sok volt diák, volt pedagógus kollega, volt technikai dolgozó van a mai eseményen jelen, és hát nyilvánvalóan mostani diákoknak is én azt gondolom egy példa, hogy ezt milyen alázata és szeretettel lehet a mezőgazdasági szakmát végezni. Az iskolában 350 diák jár, ők pedig az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően a legkorszerűbb körülmények között tanulhatnak szakmákat. 2016 és 2019 az azt gondolom, hogy a csapóiskola életében a fejlesztésekről, felújításokról, nyilázzáró cserékről szól, de emellett nyilván nagyon fontos egyéb más, például az eszközbeszerzéseink. 68 millió forint értékben sikerült az Agrárminisztériumnak köszönhetően 2016, illetve a 2017-es tanévben erőgépeket venni, ami pedig ugye nyilván a mezőgazdasági oktatásnak a színvonalát emelte, de például, ha csak azt mondom, hogy börtöncellát adtunk át a tavalyi tanévben, vagy ha azt mondom, hogy elkészült az iskolának egy saját lőtere, ami pedig a rendészeti képzésünk szempontjából meghatározó, és hát nagyon bízunk a folytatásba, hogy az elkövetkezendő időszak is nagyon sok forrás fog hozzánk érkezni. Magyarország azt gondolom, mezőgazdaságnak azt gondolom az ős hazája, ha lehet így mondani, hiszen az agrárium az évek, évtizedek, évszázadok óta meghatározó volt, azon belül Tolna megyében is. Én úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ma a mezőgazdaság szinte bármely ágazatát választja, legyen az állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, vagy akár éppen erdészet, én biztos vagyok benne, hogy megtalálja számításait. Az iskola és az agrárkamara között természetesen hagyományosan jó a viszony. Az általános iskolásoknak szóló pályaorientációs programok során rendszeresen együttműködik a két intézmény. A pályaorientáció kapcsán nagyon-nagyon szoros a kapcsolatunk, és folyamatosan lobbizunk azért, hogy minél inkább elterjesztük a szülők és a diákok között azt, hogy mennyire érdemes mezőgazdasági és élelmiszeripari pályát választani, hiszen végül is élelmiszerre mindig szükség lesz ebben a szakmában. Nagyon jó elhelyezkedési lehetőségek vannak, és ami a legfontosabb, hogy most a gazdasági szereplőknek is rendkívül nagy, talán még soha nem volt ekkora szüksége a szakember utánpótlásra. A kerek évforduló alkalmából szervezett gálaműsoron Bogdán Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár is részt vett. Ő arról beszélt, hogy az iskolában folyó pedagógiai és szakmai munka nemzetgazdasági szempontból is egyre meghatározóbb. Az iskola magas színvonalú működése nagy mértékben hozzájárul hazánk agrárgazdaságának további megerősítéséhez, hazai és nemzetközi versenyképességének növeléséhez, a megfelelő szakember utánpótlás biztosításához. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az agrár és az élelmiszergazdaságot csak a megfelelő szakember utánpótlás biztosításával lehet tovább erősíteni. Ma az a legfontosabb feladatunk, hogy újra vonzóvá tegyük az agrárszakmákat, és megerősítsük a képzési hálózatot. A pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét rá kell irányítanunk a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekre. Ehhez szükséges a szakképzés megerősítése, a mezőgazdaság korszerűsítése és versenyképességének növelése, az intézmények infrastruktúrális fejlesztése, továbbá a tangazdaságok fejlesztése, mivel a hagyományos értelemben a duális képzés nem minden területen megvalósítható. Ács Rezső szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy a város számára büszkeség, hogy egy ilyen nagy múltú iskolának ad otthont. Folyamatosan fel kell arra készülnünk közösen az itt működő intézményekkel, hogy ne csak a jelenben, hanem a jövőben is biztosítva legyen a szakember utánpótlás, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a Palánki szakképző iskola az mindenképpen élen jár, szerves része a város oktatási rendszerének, szerves része a város szakképzési rendszerének, ezt szeretném kihangsúlyozni,
hiszen hogyha ez az iskola jól működik, már pedig jól működik, és Szekszárdalási Önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet szentelt az iskola működésének. Folyamatosan közös akciókat találunk ki, és szeretnénk egy kicsit bevonni az iskolát a város működésébe is, akkor azt gondolom, hogy a jövő szempontjában megtettünk mindent annak érdekében, hogy a megye mezőgazdasága, a agrárgazdasága, és ennek utánpótlása meg legyen szakember szinten is. Az ünnepi műsor a diák életet és a nemzetközi tanulmányi utakat bemutató fotókiállítás megnyitóval ért véget. 2021 év végéig van idejük felülvizsgáltatni permetezőgépeiket a mezőgazdasági vállalkozásoknak. Ha ezt nem teszik meg, nem csak bírságot kell fizetniük, hanem több millió forintos támogatástól is eleshetnek. Egy 2009-es Európai Uniós irányelv előírja, hogy időközönként ellenőriztetniük kell a gazdáknak permetezőgépeiket. Magyarországnak itt is nagy hiányosságai vannak, mondja Jaksa Péter. Hazánknak ez már egy ilyen régebbi úgymond tartozása az Európa Unió felé. Nagyon nehezen álltak fel ennek a intézményi, illetve technikai hátterei. Még így sem mondható 100%-osnak, de az idén nagy előrelépések történtek ezen a téren. Magyarországon felállították a felülbírálatra jogosultak névjegyzékét. Itt lehet lebonyolítani az úgynevezett műszaki vizsgát. Itt van egy kettőssége ennek az előírásnak. Az új gépek esetében 5 éven belül meg kell történjen ez a felülvizsgálat. A legegyszerűbb az, amikor már az új gép eladója egyben ezzel a felülvizsgálattal együtt felmatricázva adja el ezt a permetezőgépet. Az ennél idősebb permetezőgépeknél pedig 3 évente kell megtörténjen ez a felülvizsgálat. Ez nagyban függ a permetezőgép típusától, kialakításától, ugyebár itt beszélünk légi növényvédelemtől kezdve, hidas traktorokon keresztül, úgymond hagyományos szántóföldi permetezőgépekről. A legjobb tudomásom szerint ez körülbelül olyan 50 ezer forinttól néhány 100 000 forintig terjedő összeg szokott lenni. Egyértelműen fogalmaz a jogszabály, a 43/2010-es FM rendelet. Abban az esetben, ha ez a felülvizsgálat nem történik meg a növényvédelmi kiuttató géppel, a növényvédelmi munka nem végezhető. Több millió forinttól is elesett az a mezőgazdasági termelő, aki nem tesz eleget ennek az előírásnak. Kettős módon is történhet ennek az ellenőrzése. Van az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés ellenőrzés, ami a rossz szóval mondva területalapú támogatás ellenőrzése, hivatalosan az egységes kérelemben beadott támogatásoknak az ellenőrzése. Ha itt tapasztalnak növényvédelmi hiányosságokat, aminek része lehet akár ez a permetezőgépek felülvizsgálatának a hiánya, akkor támogatás megvonás is történhet, de ezen kívül növényvédelmi bírságot is kaphat az illető. Az országban nincs túl sok hely, ahol ezt a műszaki vizsgát lebonyolíthatják a gazdák. Jelenleg azért országosan nem túl sok helyen történik még a mai napig sem ennek a felülvizsgálata. Az én tudomásom szerint megyénkhez legközelebb eső ilyen állomás Sárbogárdon van. A megyében én nem tudok egyelőre ilyen állomásról, ahogy felállt volna. Tehát Sárbogárd a legközelebbi. Most csak azért néhányat említenék ezek közül, az alkatrészek közül, aminek az épségét és a funkcionalitását nézik. Ilyen például a tartály, a szivattyúknak a megfelelő működése, szűrőknek a jó állapota, szórófejeknek a minőségi állapota megfelelő kell legyen, a kiszórókeret, és még sorolhatnám, tehát azért elég bonyolultak ezek a gépek, és lényegében ami a kijuttatásban részt vesz, és a minőségét meg tudja határozni a növényvédőszernek, azoknak az alkatrészeknek a valamennyi darabját megnézik, hogy minőségileg megfeleljen. A mezőgazdaságban tevékenykedő szakembereknek is az az érdekük, hogy jól működő, jó műszaki állapotban levő permetezőgéppel hajtsák végre a munkát, és megfelelő módon szórja a gép a növényvédőszert, mondja Jaksa Péter. Ám a mezőgazdasági termelők sokszor nem is tudják, hogy milyen állapotban van a gépük. Ennek azért lehetnek olyan jellegű következménye is, hogy plusz növényvédőszert használ, tehát lehet anyagmegtakarítást is elérni. Nem ritka a 30-40%-os anyagmegtakarítás, itt azért nem olcsó szerekről beszélünk legtöbbször, és természetesen ahol anyagot tudunk megtakarítani, ott költséghatékonyságot is tudunk
elérni, illetve hát a környezeti terhelés is természetesen kisebb lesz. A mezőgazdasági termelőknek 2021 év elejéig kell erre sort keríteniük. A szabály ugyanis úgy szól, hogy addig minden növényvédelemben résztvevő gépnek át kell esnie egy ilyen felülvizsgálaton. Ennyi fért mai magazinunkba. Friss gazdasági hírekkel legközelebb újra csütörtökön várjuk Önöket. Viszontlátásra!